Német viseletben mutatták meg a gyerekek a táncokat, amiket az elmúlt hónapokban tanultak. Így ünnepelték az óvoda fejlesztését. Pályázati pénzből újították fel a fűtésrendszert, korábban a radiátorokat már újakra cserélték itt, most pedig egy hőszivattyús rendszert építettek ki. Így az intézmény a városi fűtőműtől teljesen függetlenül oldja meg a hőellátását. Folyamatosan igyekszünk és törekszünk arra, hogy a lehető legjobbat, és nyilván a fenntartónak is az az érdeke, és az a fontos, hogy minden költség hatékonyabban tudja működtetni az intézményét, és az idejáró gyerekeknek, a szülőknek pedig az, hogy biztonságos, jó helyen, családias környezetben nevelhessük a gyermekeket. Az óvodát fenntartó szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat évről évre pályázik a kormányzatnál annak érdekében, hogy az intézményt folyamatosan fejlesszék. 2005-től fenntartója tulajdonképpen az önkormányzat ennek az intézménynek, és minden évben megvalósult olyan jellegű fejlesztés, ami moderné és olyan feltételrendszerek kialakítását tette lehetővé, amelyek között biztonságos a gyerekek nevelése és a nevelők jelenléte is. Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, a kormány az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított az oktatási intézmények energetikai korszerűsítésére. A szekszárdi Wunderland óvoda is, a helyi német nemzetiségi önkormányzat pedig tudott élni az ehhez rendelkezésre álló lehetőségekkel. A magyar kormány részéről mindent megteszünk a lakossági energiáraknak a támogatásában, de másik oldalról pedig az intézményeknél azon felújítások érdekében tettünk meg nagyon sok lépést, és szerintem a jövőben is, amelyek az energetikai áraknak, illetve hát a kibocsátásnak a csökkentését tudja célozni. A szekszárdi Wunderland óvodába közel 200 kisgyerek jár.